Előrehozott választás lesz Örményországban, jelentette be Nikol Pasinyán. Az örmény miniszterelnök a Facebook oldalán tette közzé a választás pontos időpontját. A kormányfő azt írta, az ellenzék vezetőivel folytatott egyeztetései alapján június 20-án tartanak különleges törvényhozási választást annak érdekében, hogy véget vessenek a belpolitikai válságnak. Pasinyán ellen február vége óta tüntetnek folyamatosan, mert az örmény hadsereg vereséget szenvedett a hegyi Karabah visszaszerzéséért indított Azerbajdzsán elleni háborúban. Richard Giragosyan elemző szerint a kormányon lévő parlamenti blokk minden bizonnyal az eddiginél kisebb arányú, de működő többséget szerez majd a választáson. Az ellenzék jó részt népszerűtlen és hiteltelennek tartják az előző korrupt kormánnyal való kapcsolatai miatt. Ezért nem valószínű, hogy jelentős számú képviselője kerülne be a parlamentbe. To enter the new parliament. A legutóbbi azeri örmény fegyveres konfliktus az Oroszország által javasolt háromoldalú béke megállapodás aláírásával ért véget, ami az örmény ellenzék szerint teljes kapitulációval ért fel.